Na, mi lehet jobb, mint egy 458-as Itália? 458 Itália. Spider. Hello, mi? Egészen durván néz ki oldalról ez az autó. Minden a sebességet tükrözi, minden az utolsó kis forma is, amit meghúztak a dizájnerek. Piros varrás a kormányon. Manettino. Ez egyébként plusz extra. Nem tudom hány ezer euró, hogy ez rajta legyen. Itt van a fék, és hogy konkrétan ide nem nagyon fér bele az ujjam. Ez pedig a karbon fék tárcsa. Így néz ki belül a kerék mögötti rész. Műalkotás, kérem szépen, műalkotás. Leszorító erőt termelő és fülecskék, légterelők. Szerintem pirosban igazi a Ferrari. Iszonyú szép. Mutatok még egy kis részletet. A kis karbon ülés. Ezt lehet látni belülről. Ennyit látni az útból. Látjuk a motorháztetőnek a széleit, a kerékjáratok széleit. Konkrétan ennyit látni az autóból. Borzasztó durva feeling, amikor így vezetés közben így belenéz az ember a tükörbe, és így ezt a nagyon durva formavilágot lehet látni. Elképesztő. Egyszerűen ez az autó úgy, ahogy van, tökéletes. Iszonyú kényelmes egyébként, kb. Olyan, mint egy repülőben ülni. Vagy nem is repülő, hanem inkább ilyen űrhajónak mondanám. Ennyi gyakorlatilag a szélfogú üvegény. Kemény 3 centit emelkedik ki az autóból. Azért ezen sokat nem ér, gondolom. Ezt lehet látni hátrafele is. Visszapillantóval. Egyébként, amikor először vezet ilyet az ember, akkor úgy automatikusan 7000-nél elváltja az ember, hogy megszokta egy fűre, és akkor még 9000-ig lehetne pörgetni. És hogy 9000-nél váltod el, akkor egy hátba basz az autó konkrétan. Össze-vissza durrog, fütyül, pörög, pörög! A guminyomás, hány fokosak a gumik, tehát azért az mondjuk egy elég isten királyság, hogy az ember így megy versenypályán, és akkor így lehet látni, hogy hát a bal oldal az nagyobb terhelést kapott, sok volt a jobb kanyar. Tehát ez így elég kulturáltan néz ki, hogy ezeket így lehet állítgatni, mindenféle üzemmódot. Még jó, hogy mondtam, hogy lassan menjünk. Ez az autó, kérem szépen, amivel így nagyon egyszerű csajozni, lehúzott tetővel, csak ezt hallani, hogy hello, hello, meg ezt, hogy bazd meg. Tehát konkrétan így ezek a szavak hangzanak el általában, hogyha ilyen elautókázik az ember. Szóval imádom ezt a Itáliát, mindegyiket, nem csak ezt, mindegyiket. És például betettem a Manettino Trace fokozatba, és egyből ott minden keményebbre lett hangolva. Itt ez a CT off, ez a kipörgésgát off. Most kikapcsoltam mindent, és most semmilyen traction control nincsen, semmilyen menet stabilizátor nincsen, minden
gyakorlatilag versenypályára van hangolva, de egyébként azt mondta kint Maranellóban a fickó, hogy, hogy versenypályán ebbe a részfokozatba kell pakolni a autót, mert sokkal jobb a köridő, és nem csúszkál össze-vissza az autó, hanem szépen pont annyit enged, amennyi kell. Azért ez nem szar. Tehát, hogyha versenypályán vagyunk, mert ennek az autónak az az eleme, akkor lehet ilyet, hogy köridőket lehet méregetni, top speedet nézni. Féktárcsákat mutatja, a gumihőmérsékletet, meg a motorhőfokát mutatja. Tehát ez mind versenypályán érdemes nézegetni, de hát látszik, hogy azért az autót nem feltétlenül a városi dugóba találták ki. Alien-nal azt beszéltük, hogy ez a váltó, nem tudom mennyi lehet hallani, tehát ez pontosan úgy klattyan, hogy meghúzzuk, ahogy az kell. Tehát érzésre is, meg hangra is. Nem úgy, mint mondjuk a Forza a játékhoz megvásárolható Fanatec kormány, hogy csattan egyet, és egy darab fém az egész. Ez úgy kattan, ahogy kell. Hát kérem szépen, ez a hang, ez basszus minden pénzt megér. Meg ez, hogy fölöttünk semmi. Csak tol ez a V8-as, mint a kurva élet. Nem tudok mit mondani, tényleg. Szabadság, szerelem, Ferrari, Itália, Spider.